Megjelentek a hóvirágok Győrben, még csak január 8-a van, de több helyen is láthatóak a tavasz beköszöntét jelző szépségek. Magyarországon 4 fajjal találkozhatunk. A kertekben elsősorban az ültetett pompás, redős levelű és levantei hóvirággal, a közterületeken elsősorban az őshonos, kikeleti hóvirággal, mely utóbbit egyszerűen hóvirágnak is neveznek. Először is kicsit furcsálom, mert ahogy látjuk, most is nagy pályhekben hull a hó, és én úgy tudom, hogy a tavasz hírnöke, szóval ez egy kicsit furcsa helyzet, de örülök neki, mert nagyon szeretem a hóvirágot. És ettől függetlenül mit jelent neked ez a hóesés most? Ugye Győrbe egész nap esik, ez jobb kedvre derít esetleg? Igen, szeretem a telet, és szeretem a hóesést, bár jobb lenne, hogyha egy kicsit tovább is megmaradna. Élőben még nem láttam, pedig voltunk már több helyen kirándulni a párommal, de sajnos még nem volt szerencsénk hóvirágot látni. És azt tudod, hogy egyébként a hóvirág a tavasz hírnöke? Igen, úgyhogy én már nagyon várom is a tavaszt. A kikeleti hóvirág 2005. augusztusában az uniós jogszabályváltozásoknak köszönhetően lett az európai közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növényfaj Magyarországon is. Természetvédelmi értéke 10.000 forint. Egyetlen szál letépését is pénzbírsággal büntetik, súlyosabb esetben eljárást is von maga után. Ugye ez egy egyednek a természetvédelmi értéke, tehát ez a kormányrendelet határozza meg egy egészen hosszú folyamat végén, hogy mennyi is lesz a természetvédelmi bírságnak az összeg. Ez rengeteg dologtól függ attól, hogy esetleg visszaeső az elkövető, úgymond, tehát hogy hányadik jogsértésről van szó, függ nyilván attól, hogy mekkora számban pusztított el a természetvédelmi oltalom alatt álló értéket, tehát rengeteg mindentől függ. Az biztos, hogy egy szál hóvirágnak a természetvédelmi érték az 10.000 forint, tehát ettől a bírság összege csak nagyobb lehet. A virág jellegzetessége a 3 nagy, hófehér külső lepellevél és az ugyancsak 3 kisméretű belső lepellevél, amelyek zöld foltokat vagy rajzolatokat viselnek.